Ne arra, ugye már fél órája itt várunk. Meddig fog még ezt tartani? Ha együttműködünk, akkor minél hamarabb lehet. De mi az a minél hamarabb? Hát folyamatosan együttműködünk, csak nem csinálnak semmit. Most is állnak. Nézzék mivel a buszt, kell... amit szeretnének. De miért kell kipakolni a buszt? Ne szedjük darabjaira? De vizsgálják, de az alkatrészeket is szétszedjük darabokra? Nehezítjük egymás munkáját. Önök nehezítik a mi munkánkat. Fél órája itt várunk, és nem csinálják továbbra sem, amit kellene. Nézzék, amit szeretnének. Itt van a táska. Mihelyest megtörténik de azonnal. De most se vizsgálják át a táskákat, csak 30-an itt állnak és föltartóztatnak minket. Hiába mosolyog. Feleslegesen a munkát kellene végezni. Igen, azt csináljuk. Nem csinálnak semmit, maradjunk annyit. Mindenkinek egyesével végignézték a táskáját. Én igyekeztem ott lenni és figyelni a kezüket, hogy ne is kerüljön be, és ne is kerüljön ki semmi a táskákból, és az egész buszt végignézték, úgyhogy ilyen vegzatúr, ez egy új időszámításnak tűnik, mert sok helyen voltunk már, Jászapátiba, Monoron, de ehhez hasonló, ehhez fogható, ott még senki nem ért át a buszon. Elképesztő rendőri vegzálásban van részünk, ahelyett, hogyha rend fenntartásával foglalkoznának szerte az országba, egy órán keresztül feltorlaszolják az olasz-liszkai megemlékezésre érkező résztvevőket, darabjaira szedik tulajdonképpen a kocsi csomagtartóját is, és próbálnak valami olyat találni, amibe beleköthetnek, de valójában egy méltóság teljes megemlékezésre készülünk csak. Itt vagyunk most olasz-liszkán, kereken 15 esztendővel ezelőtt gyilkolták meg itt ezen a helyszínen Szögi Lajos tanárurat, két kislánya szeme láttára. Agyonverték itt a helyi cigányok, és eljöttünk 15 évvel később, hogy újra emlékezzünk és emlékeztessünk, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy méseseket helyeztünk, illetve megkoszorúztuk az emlékművet, hanem arról is szó van, hogy arra emlékezünk, hogy az elmúlt 15 esztendőben semmi javulás nem történt ezen a téren, sőt a mai napig nem szerepel a büntető törvénykönyvben, még az sem, hogy van etnikai alapú bűnözés, pedig a Magyarországnál nyilvánosan is, hivatalosan is, sokkal liberálisabb Németországban is szerepel a büntető törvénykönyvben. Már oda jutottunk, hogy a Fidesz kormány, a jelenlegi hatalom minket vegzált, 6 órakor kellett volna, hogy elkezdődjön a rendezvényünk. Egyébként eredeti szándékaink szerint felvonultunk volna, de ezt is betiltották. Így aztán az engedélyezett 6 órakor itt a helyszínen kezdődő statikus rendezvényeket sem engedték megkezdeni. Olyan elképesztő rendőri készültség volt itt, miközben ellentüntetőket egyébként nem is látunk, tehát nem tudjuk ezt mire vélni. Olyan vegzatúrán mentünk keresztül, hogy gyakorlatilag 2006 és 2010 között a Gyurcsány kormány alatt éltem át ilyet, ami itt történt. Úgyhogy egy óra alatt jutottunk be, pedig ugye néhány százan voltunk itt a helyszínen, néhány száz ember átvizsgálása, itt tényleg a ruházat átvizsgálástól az autók átvizsgálásáig minden történt, ebből én magam sem maradtam ki, illetve mondjuk Apáti István országgyűlési képviselőnk sem maradt ki ebből, egészen botrányos feljelentést fogok tenni hivatali visszaélés miatt, azt gondolom, hogy a rendőrségnek és a magyar államnak a cigánytelepeken kellene fellépnie ilyen határozottsággal, vagy a no-go zónákban, vagy az olyan lincselések ellen, ami itt történt, és majd hallgassák meg az itt elhangzott beszédeket is, hiszen ez a videó ez most nem erről szól, nem magáról a rendezvényről, hanem erről az állami, hatalmi visszaélésről, amelyet ma itt a Fidesz kormány tanúsított, ezzel is mutatva, hogy teljesen mindegy, hogy a Fidesz, vagy éppen a balliberálisok vannak kormányon, ehhez a témához, az etnikai alapú bűnözéshez, a magyarság terrorizálásához, ahhoz a kérdéshez, hogy ma is szinte naponta történnek hasonló bűncselekmények itt a közeli Monokon, egy 77 éves magyar embert vertek agyon brutális kegyetlenséggel néhány héttel ezelőtt, erről a média nem számol be, természetesen ma sem láttuk itt az RTL klubot, vagy a TV2 kameráját sem. Tehát ajánlom majd mindenkinek, hogy hallgassák meg a beszédeket, hallják az igazságot, hiszen gyakorlatilag csak így ezen a csatornán keresztül tudom elmondani az igazságot, illetve most akkor nézzék meg a vitámat azokkal a rendőrökkel, akik vegzáltak, és akik kifejezetten személyeskedtek, úgyhogy az egyik barátom a telefonjával felvette azt a vitát, amit a rendőrökkel én személyesen is lefolytattam, akik engem megmotoztak, az autónkat átvizsgálták, és közben pedig személyeskedő megjegyzéseket tett a rendőr, nyilván tudta, hogy ki vagyok, és például azt mondta nekem, hogy a cigány telepen jobban a szemébe néznek, mint én, aki éppen oda köszöntem egy magyar ismerősömnek, bajtársamnak.
Tehát akkor most következzen ez a kis videó részlet, hogy engem hogyan vegzáltak a rendőrök. Na ezt fogjuk majd felszámolni, hogyha mi fogunk egyszer kormányozni Magyarországon, amikor a rendőr azt fogja tenni, amit a dolga, ami az igazi dolga lenne, illetve nem csak rendőrség lesz, hanem csendőrség is, akik nem vért felmosni mennek a bűncselekmény helyszínére, takarítani mennek, hanem a csendőrség már önmagában a jelenlétével preventív lesz, tehát meg tudja előzni majd a bűncselekményeket. Lesz olyan jogköre, és lesz olyan fegyverzete, lesz olyan visszatartó ereje, ami végre rendet tud teremteni Magyarországon. Tehát akkor az ígért kis videó részlet arról, hogy hogyan vegzáltak engem személy szerint, illetve egy több száz magyar honfitársamat a rendőrök, akik természetesen politikai utasítást hajtottak végre. Hol a cigánysorom, vagy miért beszél most erre? Keresztül nézett rajtam az előtt. Miért beszél most erre? Mi ez valami személyeskedés? Mi az, hogy cigánsa van? Nem hozta fel. Magának a szemében néznek. Én most magának a szemében néznek. Így van, de ezt nézze, ezt viszont rögzítjük, hogy most fél hét van. 6-kor kellett volna egy demokratikus, normális jogállamban, egy törvényesen bejelentett rendezvényen, ahol még vonulni is engednek minket, egy statikus rendezvényen, már beszédet kéne tartanom. Ehelyett most éppen ruházat átvizsgálást végeznek rajtam, fél órával a rendezvény kezdete után. Ha bármilyen panaszom van, ezt nyugodtan megtehetem. Meg is fogom tenni természetesen. Írásban, meg is fogom e-mailben, elektronikusan. Meg is fogom tenni. Meg is fogom tenni. Oké, részem vizsgálni. Zsebbeidben mi van? Tessék, túró vágó eszköz barátban a zsebbeidben. Nem tudom kiforgatni. Jó, nem tudom, ez nem olyan ez a zsebb. Igen. Elhiszem, hogy fel van háborodva. Nagyon fontos. De én vagyok a legkisebb ember, akinek elmondja a panaszát. Ez lesz tisztában. És bántottam őt? Vagy mondtam a rancsú? Nem. Vagy akkor miért mondtam? Itt az előbb, akkor lehet.